Nekem is van otthon régi pénzérme. Csodálkozó, érdeklődő tekintetek a Móri Zsigmond könyvtárban. Február 6-ától immár harmadik alkalommal nyílt régiségeket bemutató retro kiállítás. Az érdeklődőknek több mint 200 tárgy segít megismerni a régi kort, amelyek között találhatunk híradástechnikai eszközöket, régi pénzérméket, vagy akár a 90-es évek első mobiltelefonjait is megcsodálhatjuk. A kezdeményezéshez a Nyíregyházi Arany János Általános Iskola és Gimnázium is csatlakozott. Én azt gondolom, hogy minden iskolának egy ilyen kezdeményezéshez kapcsolódni kell, csatlakozni kell. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai fiatalság megismerje a múltat, találkozzon azokkal az eszközökkel, használati cikkekkel, játékokkal, amit annak idején a szüleik, a nagyszüleik használtak. Hogy hogyan is kapcsolódunk hozzám? Az egész kiállításnak a főszervezője Bence Sándor úr, aki valamikor a mi iskolánkban dolgozott, és akkor mesélt róla, hogy neki milyen tervei, elképzelései vannak. És nagyon örülök annak, hogy itt a megyei könyvtárban lehetőséget kap arra, hogy az elképzeléseit, a terveit megvalósíthassa, és megoszthassa a mai emberekkel, főleg a gyerekekkel, a fiatalokkal, akiknek azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon tanulságos és hasznos kis kiállítás és tanulmányozás lehet. A több száz kiállítási tárgy közül a legrégebbi egy 80 éves mozdonylámpa. Bence Sándor elmondása szerint sok tárgyról már nem is tudja, milyen úton került a birtokába, hiszen évekkel ezelőtt még nem szerette a régiségeket. Én körülbelül 4 éve nem olyan régen gyűjtögettem, azelőtt nem szerettem a régiségeket, odaajándékoztam nagyon sok minden, és csak úgy jött egy nap, kimentem a régiségpiacra egy vasárnap, és onnan kezdte, láttam, hoppá, az apám volt, evel én játszottam ilyen játék, olyan játék, és akkor kezdtem úgy. Ez benne van a génekben, hogy mondják, nem akárki gyűjt. Nagyon sok gyűjtő van szakosítva, mindenfélék vannak itt, rádió, irodástechnikai gyűjteménye rendelkező, nagyon szép dolgok. Aztán vannak szalvét, a sörelátét, szakosítva van sok ember, mert nem én mindent, amit megtetszik, amit gondolom, hogy valamikor hozzám tartozott, vagy a családom élő, azt elkezdtem gyűjtögetni. Az iskola már szervezi, hogy az intézmény tanulói osztályonként is megtekinthessék a kiállítást, amely február 28-áig látható a megyei könyvtárban.